Önök a Garai magazint látják. Köszöntöm nézőinket! Felkerült a szalag a végzősök kabátjára. Az iskola életének egyik kiemelkedő ünnepsége ebben az évben iskolatörténeti jelentőséggel is bírt, hiszen először kerültek egyszerre végzőskorban 4, 5, 6 és 8 osztályos képzésben résztvevők. Minden utolsó félévkezdés meghozza a felismerést, hogy már csak hetek vannak vissza a középiskoláskorból, és elkezdődik valami egészen más. A szalagtűző az utolsó, felemelő pillanat a nagy véghajrá előtt. És ez nem csak a gyerekek ünnepe, hanem a szülőké és az iskolái is. A pedagógusoknak sem egyszerű ez a helyzet, hiszen munkájuk gyümölcsei beérnek, és 4 vagy akár még több együtt töltött esztendő minden szépsége, kínlódása, öröme véget ér azzal a közösséggel, mely életük részévé válik. A szalag egy jel, az idő múlásáé. Hamarosan elkezdődik a versenyek, próbatételek időszaka. Éles helyzetekben kell kilépnetek a komfortzónátokból. A kényelmest felváltja a kötelesség, a megszokás az új. Az is biztos, hogy közben lesznek olyan emberek, akik a pálya mellől fognak nektek kiabálni, hogy eltérítsenek benneteket az igazi céljaitoktól. Az útra való a diáktársaktól szépen hangzik, és emeli az ünnep fényét. Egyrészt valóban egy ünnep, egy hagyomány, ami kimondottan magyarországi kultúrkörrel jellemző, nyugat-európai iskolákban teljesen ismeretlen, hiszen a selmeci diák hagyományokhoz kötődik, ugyanúgy, mint a ballagás, vagy éppen a tablók készítésnek a hagyománya, és természetesen maga a szalag az egy figyelmeztető is egyben, hogy a két évszámmal, egyrészt valaminek van egy kezdete, 8, 6, 5 és 4 évvel ezelőtt elkezdődött itt a diákok számára egy újfajta élet, aminek most vége van, ezt jelzi a végső dátum, a 2019. Mi ebben az alapokat adtuk meg, és igyekeztünk, hogy azt a kínálatot is megadni, amire ők aztán építeni tudnak az alapból, és új kihívások várnak rájuk. Most összesen 107, 5 osztályban, úgyhogy valamennyi képzés típus is képviselteti magát, hiszen az utolsó 8 év folyamos osztály ballag majd el májusban, az első 6 év folyamos osztály, úgyhogy iskola történet is valamilyen szempontból, mert a gimnázium történetében még nem végzett 6 év folyamos képzési osztály. A jó érzés az, hogy tényleg megtanítottuk őket arra, amire az élet kéri, hogy tovább tudjanak tanulni. Rossz azért, mert nem találkozunk velük többet, illetve ez a fél év még, és akkor utána tényleg elbúcsúzunk. Ez az első állomás a szalagtűző, majd utána végén jön a ballagás. Itt most az utóbbi 2-3 hétben már látszik rajtuk, tehát hogy készülnek a szalagavatóra. Az egy dolog, hogy nagyon sok mindent kell csinálniuk emellett, de tanulnak is. És ez az utolsó 2-3 hónap, amit még nagyon meg kell nyomni, hogy az érettségi tökéletes legyen és a felvétel is sikerüljön. Szerintem most már nagyon érzik, és nagyon, nagyon oda tesznek most már mindent. Szülők, nagyszülők, rokonok, barátok együtt ünnepelnek a végzősökkel. Az öröm és az aggódás egyszerre jelen van mindenki arcán. És hogy milyen egy szalagtűzős apuka élete? Nagy boldogság. Az egyik gyerekem most megy, a másik most jön ide a gimnáziumba, úgyhogy remélem, hogy minden jól sikerül, és jó lesz a szalagtűző, és biztos szép lesz, szépek lesznek. Bízom benne. Volt egy izgalom? Persze, a gyerek részéről mindenképpen. Gyakorolták a táncot, sokat készültek rá, az öltözködés is, a ruhák, a kislány, persze, hogy volt izgalom. Bechtel Helmut vehette át Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett pedagógus kutatói pályadíj elismerést.
A díjat olyan általános és középiskolai magyarországi és határon túli pedagógusok kapják, akik az oktatási-nevelési tevékenységen túl kutatói, rendszeresen publikáló, tudásmegosztó tevékenységet is végeznek. A díjban az idei évben mindössze 13-an részesültek a magyarországi és határon túli intézmények közül. Az elismerés kapcsán beszélgettünk a tanárúrral. Tulajdonképpen már az egyetemi éveim alatt megfogalmazódott bennem az, hogy szeretnék majd a későbbiekben valamilyen kutatási témában jobban elmélyülni. Akkor azonban még úgy gondoltam, hogy miután az egyetemről kijöttem, hogy szeretnék először a gyakorlati életben tapasztalatokat szerezni, és azután kialakítani azt a kutatási témát, területet, ami aztán a későbbiekben egy lehetőséget ad arra, hogy elmélyüljek benne. Így körülbelül, amikor Pécsre kerültem, így 2006-2007 környékén körülalazódott bennem egyre inkább az, hogy a magyarországi német irodalom és kultúra az, ami érdekel, és amiben szívesen újra elmélyülnék, és ezzel kapcsolatban kezdtem el aztán az ezzel kapcsolatos kutatásokat, és kezdtem el publikálni, és utána pedig egy doktori iskola keretében is igyekeztem elmélyíteni az irodalommal, irodalomtudománnyal, kultúratudományokkal kapcsolatos ismereteimet, és ezek segítettek aztán hozzá ahhoz, hogy megszülessen egy doktori disszertáció, ami szintén a magyarországi német irodalommal és kultúrával foglalkozik, illetve a kisebbségi irodalmak módszertanát is vizsgáltam az elmúlt években, és ezzel kapcsolatban is folytattam kutatásokat. A Magyar Tudományos Akadémiának ez a kutatói pályadíja, ez tulajdonképpen kettős, tehát két pillérre nyugszik. Az egyik az, hogy egy kutatói pályát kell bemutatni, és azáltal azt felmutatni, hogy van egy stabil publikációs tevékenység és egy elmélyült kutatása valakinek az általános iskolai, illetve középiskolai tevékenysége mellett. A másik pedig az, hogy egy konkrét, nagyobb pályamunkát kell benyújtani, amelyet az akadémiának valamelyik bizottsága, kutatóintézete véleményez, és ebből a kettőből tevődik össze tulajdonképpen az értékelése a pályázatoknak, és ez alapján osztja ki tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia évente egyszer ezt a kutatói pályadíjat. Az irodalomtudományon belül is magát a módszertant megvizsgáltam, azaz, hogy hogyan lehet megközelíteni a különböző kisebbségi irodalmakat. Ez nem csak speciálisan a magyarországi német irodalomra vonatkozik, hanem ez lehet akár egy európai másik német, vagy éppen akár egy magyar kisebbségi irodalom, amiből ugye több is van Európában, mind a kettő területből. Így tulajdonképpen ezt a területet néztem meg. A másik része pedig az, hogy hogyan lehet ezeket a módszertani eszközöket alkalmazni egy kisebbségi német irodalomra, és jelen esetben ez számomra a magyarországi német irodalmat jelentette. Ennek az irodalomnak vannak természetesen értékei. Azt azért tudni kell, hogy egy kisebbségi irodalomhoz érdemes másképpen közelíteni, mint egy nagy nemzeti irodalomhoz, egy egész népnek az irodalmához, vagy egy olyan irodalomhoz, ami mögött több 10 millió embernek a közössége áll, hiszen ezek az irodalmak jellemzően azért kevesebb szerzőt tudnak felmutatni, olykor a témák, a felvetett problémák azok lokálisak lehetnek, tehát egy kisebb térséghez kötődnek, illetve ami még jellemzőjük, hogy gyakran interkulturálisak, tehát amennyire kötődik egy magyarországi német irodalom a nagy német irodalmakhoz, német osztrák irodalomhoz, ugyanannyira van kötődése a szerzőkön, az ő életútjukon keresztül, a különböző témákon, motivumokon keresztül, akár a magyar irodalomhoz is. Aki szeretne elmélyedni a magyarországi német irodalomban, akkor ez a lehetősége megvan, természetesen kell hozzá német nyelvtudás, mert csak néhányoknak a művei olvashatók magyar nyelven, bár vannak néhányan, akik magyar és német nyelven egyaránt alkottak. Hát akiket kiemelnék vagy említenék, először Valéria Kochot, akinek a munkássága talán jól ismert, és úgy is emlegette őt az irodalomtudomány az elmúlt évtizedekben, mint egyfajta csillagot a magyarországi német irodalomnak a boltozatán, és az ő költészete tényleg Németországban és Ausztriában is visszhangra lehetett az elmúlt évtizedekben, de más szerzőket is
előszeretettel említhetünk például Becker Róbertnek a költészetét, ahol szintén egy nagy mértékű elmélyültséget láthatunk, egy nagyon kifinomult költészetet, reflexiókat magyarországi német témákra is, de felvet különböző vallási, filozófiai kérdésfelvetéseket, amelyek számomra különösen érdekesek. Hogyha a prózát nézzük, akkor kiemelném József Michaelisnek az alkotásait, aki gyermek meséivel belépett a magyarországi német irodalomba, és tulajdonképpen művei egyfajta bestsellerek lettek, és mind a mai napig az általános iskolában és akár az óvodai oktatásban is előszeretettel használják ezeket a műveket. Bár gyerekirodalom, de egy nagyon jó színvonalú és egy nagyon szép irodalmat valósított meg. A próza tekintetében még említettek olyan szerzőket, mint Stefan Reilly-t, Béla Bájárt, vagy éppen Nilo Braden-Ebingert, akinek a művei számomra különösen érdekesek. Egy ilyen elismerés, egy pozitív visszajelzés egy területen, ami természetesen hálára ad okot, hogy vannak ilyen visszajelzések, ugyanakkor pedig egyfajta felelősséggel jár, azt gondolom, tehát hogy minél magasabb szinten próbáljuk meg tenni a hétköznapunkban a munkánkat, ugye a pedagógia területén, vagy a saját tudományterületünkön, de természetesen ugyanúgy a hétköznapok más területein is. Készség, képesség és kompetencia fejlesztő feladatokat kellett megoldania a Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyen résztvevő csapatoknak. Az idei évben kiemelt téma volt Baka István, akinek művészete a vártnál erősebb hatást gyakorolt a versenyen résztvevő tanulókra. Nem ismeretelméleti versenyre készülünk. Sokkal inkább az a cél, hogy a kommunikációs képességet és a kreativitást fejlesszük, mondta Tanz Tünde, a Lázár Ervin országos nyelvi verseny zsűriének elnöke. A készségek és képességek formálása a legfontosabb. Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy ezek valóban készség, képesség és kompetencia fejlesztő feladatok legyenek. Csoportmunkára építettünk a versenyzőknek az együttműködő készségére, és azt gondolom, hogy nagyon sok ötletet és kreativitást igényeltek a feladatmegoldások. Baka évforduló volt, tehát nyilván az ő életútját, életműveit szerettük volna áttekinteni, és mivel ez egy nyelvészeti verseny, ezért természetesen voltak benne olyan feladatok, amelyek az anyanyelvi készségeket mozgatták meg. Az első fordulóban egy rádióműsort készítettek a versenyzők csoportmunkában, ahol Baka műveket, illetve a Baka életrajzelemeit használhatták fel, ezt rögzítették és ezt küldték el, illetve a Baka versekből gyűjtöttek különböző nyelvészeti szempontoknak megadott idézeteket. A második fordulóra is készülhettek már otthon előre, ott versfilmek készítését vártuk, amit hát különbözőféle technikákkal oldottak meg, és meg kell mondjam, hogy rendkívül érdekes filmek születtek. Számunkra az is meglepő volt, hogy mennyire jól megérezték Bakának a költészetét és a lelkiségét a versenyzők, illetve egy szónok szöveget kellett írniuk. Baka ugye már nem érhette meg a város díszpolgárá avatását, és ezért azt kértük tőlük, hogy képzeljék el, hogy mit mondhatott volna az akkori közönségnek megköszönvén a díjat. És aztán szintén egy talán a televízióból is jól ismert játékot vettünk elő, és honfoglaló játékot játszottak a versenyzők, amiben életrajzi elemekre, műismeretre, illetve nyelvészeti kérdésekre kellett válaszolniuk. Az évek tapasztalata azt mutatja, egyre nagyobb számban jelentkeznek a csoportok, mondja a zsűri elnök. Egy olyan csapatunk is volt, akik már nem egy iskolába járnak, viszont tavaly itt voltak, és ugye azt kérték, hogy ők indulhatnának-e, annak ellenére, hogy nem egy iskola színeit képviselik, egy csapatként. Úgyhogy természetesen az volt a válasz, hogy igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyrészt egy közösségépítő helyzet is, másrészt pedig hát olyan öröm az, amikor ebben a versüket világban, meg egy kicsit talán a művészetektől, mondjam, kellő távolságban vagyunk, hogy hogyan lehet közelebb hozni, hogyan lehet megérezni, hogyan lehet megszerettetni ezeket a műveket és ezeket a szerzőket.
Az persze mindig nagy élmény nekünk, hogy Lázár Ervin ugye a névadója a versenynek, de mindig próbálunk az aktuális jubileumoknak megfelelően kiválasztani egy központi fókusz elemet. Magyarország 2015-ben csatlakozott először az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatalkortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra Magyarországon. Példaértékű szakmai összefogás jött létre a European Money Weekhez kapcsolódó pénzhét rendezvénysorozat megvalósítására. Szekszárdon a Garai János gimnáziumban egy héten át szakmai előadásokon és játékos, kreatív feladatokon keresztül ismerkedtek komolyabban a diákok a vállalkozói és az ezzel járó pénzügyi gondolkodással. Én is ebben a gimnáziumban jártam. Ez volt a tervünk, ott ültem, ahol te, és először. És nekem nagyon-nagyon sokat jelentett, amikor ide jártam. Szepesi Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdasági fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára, mint volt Gara is diák is visszatért alma máterébe. Én egész héten ennek a jegyében éltem az életemet, hogy visszajövök ebbe az iskolába. Én nagyon sokat kaptam a Garai gimnáziumtól, életem legszebb éveit töltöttem itt. Sokat is tanultam, meg nagyon élveztem azt a szabadságot, amit azok az évek adtak. A pénzhét pénzügyi és vállalkozói témahéten a helyettes államtitkár személyes tapasztalatait osztotta meg a diákokkal a vállalkozói léttel kapcsolatban, majd értékelte is a nap folyamán a diákok tevékenységét. Nem volt nála apró, ezért még igazából az amúgy is telelévő buszra nem fért fel, és nem tudott elmenni busszal, csak így, hogy odaért az iskolába. Ez a problémánk, és erre azt a megoldást találtuk, hogy valamilyen ébresztőt szeretnénk létrehozni, de először ugye azt is el kell mondani, hogy mi az, ami a problémát okozta, hogy esetleg túl sokáig fenn volt, hogy nem kelt fel az ébresztőjére, se arra, hogy szóltak neki, és például az, hogy sietés közben nem figyelt, ami ezekből fakadt, hogy nem ért oda a buszhoz, már tele volt a busz, mikor odaért, és hogy egyszerűen feledékenység az alapvető eleme annak, hogyha valaki siet. Célcsoportok, akiknek ilyen ébresztőt szeretnénk készíteni, az ugye az éjjeli vakjók, a vidékről bejárók, mint dolgozni, mint tanulók. Magyarországon hatalmas jelentősége van annak, hogy milyen jól működnek vállalkozásaink, és az egyéni életben is nagyon nagy szerepe van annak, ki hogyan tud bánni a pénzével. Ugye ezt megtanulhattuk 10 éve a válság alatt, hogy hogyan tűntek el cégek meg családi vagyonok sorra. Ezután ráébredt az ország, hogy ezt komolyabban kell venni, már a diákoknak tanulniuk érdemes, hogy hogyan bánjanak a saját pénzükkel, illetve érdemes őket rávenni, hogy hogyan vállalkozzanak. Ezért indította a Magyar Nemzeti Bank is vele együttműködésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium ezt a programot, aminek a keretében az, amit a mi minisztériumunk támogat, az a Vállalkozói Hét program, aminek a keretében a diákok az erre külön felkészült pedagógussal azt veszik át, hogy olyan egyenlő is lehet vállalkozást alakítani, és az utolsó órán pedig egy vállalkozói húsvér szakember szembesíti a diákokat a valóságban. Ennek a témahétnek az előrendezvénye most ez a mai óra, illetve az előkészítő órák, amelyek a múlt héten zajlottak. A diákok vállalkozói pénzhét keretében, vagy témahét keretében mini projekteket dolgoztak ki. Ezeket mutatják most be Szepesi Balázs helyettes államtitkárnak. Volt, aki konditerem takarításra alapított céget, voltak, akik ébresztés applikáción gondolkodtak, de akadt olyan csapat is, akik bolti akciókat gyűjtő applikációt fejlesztenének. Amelyekül meg tudnánk, mennyibe kerül, hogy feleslegesen hulladékot termelni.
Magyarország is már az elején csatlakozott az Európa szerte közel 30 országban egy időben zajló European Money Week kezdeményezéshez. A program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklődő diákokat ismereteik bővítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Szakmai programoktól iskolákban futó speciális eseményeken át játékos versenyekig számos csatornán találkozhatunk a Pénzhét eseménysorozattal. Magyarországon példaértékű szakmai összefogás jött létre a European Money Weekhez kapcsolódó Pénzhét rendezvénysorozat megvalósítására. A Pénzhét a European Money Weeknek a része, már 5 éve megy Magyarországon. Maga a Jam és a Junior Achievement Magyarország 3 éve csatlakozott ehhez, ugye most már 5 együttműködő partnerrel dolgozunk ezen, ugye ott van a EMMI, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológia Minisztérium, a Bankszövetség, a Pénziránytó Alapítvány és ugye a Jam. Mi 5-en dolgozunk igazából ezen a tematikus témahéten. Maga a Pénzhétre annyit kell tudni, hogy 2 témát érint, ugye az egyik sem létezik a másik nélkül, úgymond, ugye a pénzügyi rész és a vállalkozói rész. És igazából ennek a keretében most egy próbaóra zajlik itt az iskolában, és ezért vagyunk mi most itt. A Pénzhéten a diákok a mini projektek kidolgozásával a probléma megoldást, a probléma felismerést, az üzleti ötletelést, azok kidolgozását és a befektetési lehetőségeket gyakorolták, vették számba. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!